Siógrád lélekszáma az elmúlt esztendőben közel 100 fővel gyarapodott. Ez elsőre nem nagy szám, ám ha ehhez hozzáveszünk, hogy ez a lakosság közel 10%-os emelkedését jelenti, más a képlet. A gyarapodás mögött egy kiköltözési folyamat áll, melyben sokan keresnek egy városinál nyugodtabb életközösséget. A fiatalabb generáció jön hozzánk, és így egy energiát visz a falu életébe. Egy települési rendezvényen például nagyon gyorsan megtalálják azt a lehetőséget, hogy ott megjelennek, bekapcsolódnak a rendezvénybe, és egyre többen is vagyunk egy ilyen települési rendezvényen, amennyit tartani tudunk, és ez azt jelenti, hogy a hagyományosan, hogy ez siógrádiak gyorsan át is tudják adni azokat az információkat, meg tudják mutatni azt, hogy milyen Siógrád, akár a néphagyomány, akár szokásaink, akár az építkezési szokásaink, vagy akár az egymással való kapcsolat is. Ahhoz, hogy egy település vonzó legyen, megfelelő infrastruktúrát kell kialakítani, ami tovább segítheti ezt a folyamatot. Szerencsére nyertesként jöttünk ki ebből a top pályázatok közül, és egyike ugye az óvoda felújítása, belső felújítása, és ez mellé, amit talán nagyobb értéket fog képviselni a falu életébe, egy bölcsőde építése. A legfontosabb célunk ebbe az volt, hogy nő a lakosság létszám Siógrádon, ugye az elmúlt két évben talán majdnem 100 fővel is nőttünk, de ezek főleg a környező Szekszárdról kiköltöző fiatal családok. A fiatal családoknak azért ül egy önkormányzat vagy egy település, mert az a jövőt jelenti, hát a gyerek születésével és akkor a lakosság létszámának a növekedését vetíti előre. Mivel nem csak a helyiek, hanem ugye, hogy egy városi környezetet megszokott lakosok kezdenek kiköltözni Siógrádra. A régiek és az újaknak is ugye kell egy olyan szintet nyújtanunk, amivel versenyt tudunk állni a Szekszárd melletti jellegünkből adódóan. Egy település vezetőnek az a fő érték, amikor nem felújítunk, nem csak felújítunk és megtartjuk, hanem építünk hozzá. Egy teljesen új létesítmény lesz ez a bölcsőde, amit ugye a jövőbe át fogunk tudni adni a következő generációknak. Ezért is nagy szó, tehát hogy végre nem csak a régi dolgokat újítgatjuk, hanem egy új épülettel leszünk gazdagabbak. Ahol most jelen pillanatban állunk, ugye ez a közösségi folyosó, itt teljesen burkolatcsere lesz, festés, javítások, a csoportok és a vizes blokkoknak a nyilázárok felújítása. Itt az egyik csoportot a szülők hathatós segítségével és az önkormányzat segítségével sikerült már felújítani, de van, amit még nem tudtunk, olyan csoportszobát, azt most ebbe a pályázatban hál' Istennek meg tudjuk oldani. Ugye a vizes blokkok, ugye ez nem egy mai óvoda, tehát a vizes blokkok felújításra szorulnak, azt is sikerül a pályázatból. Ugye az irodákban is lesz felújítás, és itt a hátunk mögött a konyha részének egy felújítása fog történni, olyan szempontból is ugye fel kell készülni, hogy itt bölcsődéseket fogunk ellátni. Tehát azért az egy másik, egy sokkal nagyobb odafigyelést igénylő feladat lesz, és ezért ugye kisebb konyhát, egy másik konyhát kell kialakítani, ahol csak az ő étkezésüket fogja szolgálni. Az óvoda belső átalakítása mellett a játékudvar is megújul. A régi kedves, de elavult játékokat az európai normák szerint kialakított játékok váltják. Ezen a ma még kopár helyen épül majd az új bölcsőde. A felújításnak a költségkeret az 147 millió. Ugye ennek, ami a felújítás, az óvoda egyik, az óvoda részen a felújítás, ott körülbelül a kétharmad, egyharmad arányban fog ez költségileg elosztani, hogy a drágább az lesz a bölcsődeépítés, és az olcsóbb az óvodának a felújítása. Ezen kívül ugye mind a kettőhöz az udvari felújítás is hozzá fog járulni, és eszközöknek a vásárlása is, ami egy sokkal modernebb nevelési lehetőséget ad az óvónők kezébe. Szóval újabb játékokat kapnak, az udvaron megújulnak a játékok, mert azt kell mondani, hogy
hogy igen, szépek ezek a játékok, csak az idő már eljárt felettük. A település adottságaiból adódóan a Sió közelsége és a szekszárdi Borvidék egyetlen pincefaluja, a közkedvelt Leányvár, a helyi érték része, és mint ilyen turisztikai látványosság. Tornamegye legnagyobb turizmus fejlesztését célzó beruházása a Sió projekt kerékpárút programjának eredménye lehet, a település ismertségének és turista forgalmának várható növekedése. A közel távol a legnagyobb lehetőség egy település életében, mint a miénkébe, az, hogy a balatoni turizmusnak egy részét, ha sikerül lecsábítani, főleg a biciklis turizmusnak a Szekszárd felé, és át fog menni a településünknek, azt mondanám a közepén, hiszen egyik része a Leányvár, ami egyik büszkeségünk, ugye az egyetlen pincefaluja a szekszárdi Borvidéknek, és másik pedig a település közt fog elmenni. Gyönyörű területen, én azt mondom, hogy ha majd megépül és először tekerünk majd rajta egyet, akkor fogjuk látni, hogy még ha gyorsabban is teker az a turista, meg fog állni, mert olyan szép környezettel találkozik, hogy nézegetni fog, és itt lesz a fő feladata a településnek, hogy ezeket a turistákat meg kell állítani, még mielőtt ugye a Szekszárdra beérnének. Egy célállomás lesz szerintem egy olyan rétegnek, aki eddig talán nem ért Szekszárdot, mert ugye ez az aktív sport, főleg a bicikli turizmus. Én úgy láttam így a nyaralások során azt, hogy ez Balaton környékén nagyon-nagyon nagy számba képviselteti magát, és ha ennek csak egy töredéke indul el Siófoknál, hogy kiteszi a kezét jobbra vagy balra, és nézzük meg, hogy ez az új bicikliút mit tud, én már azt mondom, hogy sokkal előbbre ment a megyes, és azon belül ugye szűkös környezetünk, ugye Sióagád és a szekszárdi környék is. Reményeim szerint, hogy vállalkozások is fel fognak talán erre figyelni, hogy Leányvárba egy-két pincét turista csalogató helyé, ez akár lehet szállás, borkostolás, gasztronómiai kínálat, bármit én el tudnék képzelni, hiszen egy jó adottsággal lépő része a falunknak. Ugye ez a pincefalu jellege is már magában egy látványosság, de nem csak kívülről kell megnézni, hanem be kell jönni a pincébe, és ott le kell őket ültetni. A jelenlegi tervek szerint Sióagárdon kikötő és kerékpáros pihenő is épül majd, mely vendégcsalogató és a helyiek elképzelése szerint marasztaló is lesz. Ha mindez megvalósul, akkor az évszázados helyi értékek mellé egy új nézőpontú fejlődés is társul, és e kettőség tovább lendítheti a Sió menti település fejlődését.